Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét az Egercsehi Bányatelep Rózsafüzér társutatának élő és elhunyt tagjaiért ajánlom föl. Jézus szentséges szívéről imádkozzuk a mai szentmisét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az Úr kegyelmét tiszta szívvel be tudjuk fogadni. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Könyörögjünk. Urunk Istenünk, öltöztess minket egyszülött fiad erényeibe, és gyújtsd lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudom, hogy a jó nem lakik bennem, vagyis a testemben, mert a jót akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, a jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én cselekszem, hanem nem is én cselekszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Így hát erre a törvényre találok. Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok tagjaimban, eszküz értelmem törvénye ellen, és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van. Én szerencsétlen ember, kiszabadít meg ettől a halálra szánt testtől. Istennek adjunk hálát, aki megszabadít minket Urunk Jézus Krisztus által. Ez az Isten igéje. Igazságodra utass engem, én Uram Istenem. Igazságodra utass engem, én Uram Istenem. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre utass engem. Mert én hiszek parancsolataidban, igazán jó vagy, és csak a jót teszed, rendelkezéseidre utass engem. Igazságodra utass engem, én Uram. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben Jézus így szólt a sokassághoz. Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok, eső jön, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok, hőség lesz, és megjön az is. Képmutatók.
Az ég és a föld jeleiből tudtok következtetni, a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor ellenfeleddel a hatósághoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vett téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében egy érdekes dologról beszél, arról, hogy más van a bensőjében, és mégis más törvény szerint cselekszik. Ahogy Szent Pál leírja, tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember a lelki ismeretében felismeri azt, hogy mi az, ami helyes, ezt azonban tettekre váltani nem mindig könnyű. Igazából egy fontos igazságot fölismerhetünk azért, az, hogy az ember azért jó esetben alapvetően a jóra vágyik. De ha az ember nem a jót teszi, hanem a rosszat, akkor ebből az következik, hogy az ember nem szabad. Nagyon sokan beszélnek manapság a szabadságról, azt hiszem, hogy ez mindenkorban foglalkoztatta az embert, de valójában az nem az a szabadság, hogy azt teszem, ami jól esik, hanem hogy azt teszem, amire mélyen és hosszantartóan is vágyom. Ugyanis ez a kettő nem azonos. Hogyha az ember éppen valami célt kitűz maga elé, és ezt szeretné elérni, mondjuk vágyik arra, hogy egészséges legyen, és meg esetleg lefogjon, és ezért aztán elkezd minden nap korán fölkel, elmegy, fut egyet, ezt egy darabig csinálja. Biztos, hogy lesz olyan nap, amikor nem fog jól esni ez neki. Vagy lehet, hogy minden nap. Különösen hideg van, esik az eső, nincs kedve hozzá. Akkor most igazából mit akar ő? Hosszú távon azt akarja, hogy egészséges legyen és lefogjon. Most éppen az esne jól neki, hogy maradjon a jó meleg ágyban. Mikor szabad az ember? Akkor, hogyha erőt vesz magán. És ez nagyon fontos ezt látnunk, hogy amikor Isten a parancsaival hív bennünket egy másfajta életre, sokszor ezt így állítják be, hogy hát az embernek csak engedelmeskedni kell a parancsoknak, és az ember nem teheti azt, amit akar, de igen. Isten arra hív bennünket, hogy azt tegyük, amit a szívünk mélyébe beleírt. Isten arra hív bennünket, hogy szabadok legyünk. Hogy azonosak legyünk a lelkünkkel, a bensőnkkel. Isten erre hív bennünket. És ez másképp nem tud megtörténni, csak erőfeszítések árán sok esetben. És ezt keverik össze sokan azzal, hogy nem cselekedhetek a pillanatnyi ösztönöm szerint, ergo nem vagyok szabad. Fontos tehát, hogy ezt lássuk, hogy a szabadság, amire vágyunk, hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor az éppen azon keresztül vezet, hogy időről időre erőt kell vegyünk magunkon. És hogy milyen irányba kell erőlködjünk, milyen irányba kell az erőfeszítéseinket tegyük, milyen irányban kell, hogy az elhatározásaink, a törekvéseink mutassanak, ez pedig maga Isten mutatja meg nekünk az ő törvényeivel. Mert hogy mi magunkról, tehát össze vagyunk zavarodva a bűnbeesés által. Nem tudjuk és nem látjuk világosan minden tekintetben, minden esetben azt, hogy tulajdonképpen mire is vágyom én. Nem tudom, nem vagyok tisztában magammal, hogy az én emberi természetem, az én eredeti bűntől meg nem sebzett emberi természetem, az mit akarna? És mire törekedne? Arra, amire Isten hív. És ezért vannak olyan helyzetek, amikor nem csak a testi kívánságok, lustaság, egyebek, hanem még a léleknek a képességei, például az értelem sem látja be azt, hogy most miért ne tehetném én ezt. Ugye ez a nehezebb helyzet, amikor itt sem, meg lentebb sem akarjuk azt, ami jó és helyes. És akkor ilyenkor jön a bizalom, hogy Istenem, Te alkottál engem. Ebben a dologban még nem látok tisztán. Ezért rád bízom magam, és hiszem azt, hogy ha te azt mondod nekem, hogy ez lesz a jó, és ezt csináld, akkor megyek arra, és azt csinálom. És nem azt, amit esetleg én abban a pillanatban jónak gondolnék, és nem azt, amit a testi ösztöneim kívánnak, hanem azt alárendelem magam Isten
akaratának vezetésének. Így jutunk el a leggyorsabban a belső szabadságra. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszt halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges atyánkért, Ferenc pápáért, főpásztorainkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat. Elhunyt testvéreinkért, akikért a keresztfán szentvérét ontotta, kérjük Urunkat. Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad éresedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot. Add kegyelmedet a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tag is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva méltóképpen ajánljuk föl adományunkat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És az emelkedve. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk szentséges Atyánk téged, mert egyedül Te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása. Azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fény által.
Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva áldja szent neved és zengi. Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd föltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a szent lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem mi is megünnepeljük, Istenünk, megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Ferenc pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot fölajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos Atyánk, add meg mindannyiunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És minket kísértésnek, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az elállt. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjünk, hanem csak egy szóval mond, és megfordul a Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk.
Szeretetet szentségébe részesültünk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ne feledkezzünk meg róla, testvéreim, mai napra a Szent Atya ima böjti napot hirdetett. Mindenki lehetősége szerint imádkozzon, böjtöljön a békéért. Ne feledkezzünk meg erről mai napon. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.